Ha már nagyon jól tudsz rajzolni és festeni, és unod azt, hogy kizárólag referencia fotó alapján, festmények alapján másolsz, és szeretnél valami igazán egyedi alkotást létrehozni, ami nem jön veled szembe az utcán, akkor a kubista stílusban való alkotás az egy jó lehetőség arra, hogy kitörj a másolásból. Mi is ez a kubizmus? Kubizmus azt a 20. század elején az avantgárd periódusnak az egyik eleme volt, és Picasso az egyik jelentős képviselője ennek a stílusnak. Jellemzője erre a stílusra az, hogy a témát, amit lerajzol, lefest, azt geometriai formákra bontja szét, szakít a hagyományos perspektíva és térbeli ábrázolása, sokkal inkább síkban ábrázolja a képeket. Nekünk nagyon-nagyon tetszik a modern kubizmus, és a modern kubizmusnak az alapelveit sűrítettük össze ebbe a legújabb online oktatóanyagunkba. Ebbe az oktatóanyagban megmutatjuk azt, hogy hogyan tudsz egy referencia fotót szétbontani szögletes geometriai formákká, milyen elvek alapján dolgoz vagy gondolkodj, amikor ezt a referencia fotót szétbontod, geometriai formákká, hogyan tudod ezeket kiszínezni, milyen színeket az egyes formákon belül milyen színhatásokat használjál, hogy igazán tetszetős és különleges kubista stílusú képeket kapjál. Fontos még tudnod a kubizmusról, hogy bármilyen eszközzel el lehet készíteni, tehát teljesen mindegy, hogy te neked a grafit ceruza a kedvenced, a pasztelkréta, a színes ceruza, a akrilfesték vagy az olajfesték, teljesen mindegy, hogy mivel készíted. Ugye ebben az oktatóanyagban is nem erről beszélünk, hogy hogyan rajzolj, hogyan fess meg valamit, itt már feltételezzük azt, hogy ezeket tudod. Itt igazából a látásmódról beszélünk az, hogy hogyan tudod referenciafotót kubista stílusúvá átalakítani. Mutatunk neked is mintákat, az, hogy mi hogy csináltuk, hogyan gondolkodtunk, illetve megmutatjuk azt, hogy tanítványaink is, akik már ezt a módszert kipróbálták, hogyan alkottak, milyen képeket hoztak létre, milyen elveket használtak az, hogy lebontsák ezeket a képeket kubista stílusúvá. Ha tetszik és felcsigázott ez a tananyag, akkor nincs más hátra, mint rendeld meg és várunk a képernyő előtt szeretettel.